A hungarikumot nem lehet ízesíteni, színezni, édesíteni, még a termék végső ízének érdekében sem. A pálinka hagyományos magyar gyümölcspárlat, amelyet kizárólag erjesztett gyümölcszefre, gyümölcsmust vagy gyümölcsfelő lepárlásával készítenek. Júliusban a cseresznyével és a meggyel indult a szezon, majd következett a barack, az alma, a körte, a legvégén decemberben pedig a szőlő. A jó, zamatos, finom pálinka érett, étkezésre alkalmas gyümölcsből készül, mondta Muth József. Én úgy gondolom, hogy elfogadható volt az idei termés, megpróbáljuk belőle nyilván a legjobbat kihozni. Egy kicsit a korai esőzések azok nyilvánvalóan megbolygatták ezt a minőségi elvárást, amit szerettünk volna támasztani az idei évvel kapcsolatban, de a későbbi érésű gyümölcsök azok nagyon szépen hozták a mennyiséget is, meg a minőséget is. A szakértő kiemelte, a jó pálinka titka a szíverősítő lelkében és ízében rejlik. A gyümölcsök mellett a zöldségpárlatok is helyet kapnak, amelyeket jól be lehet illeszteni a gasztronómiába is, tette hozzá. A bajai főzde a rendezvények lebonyolítására és a kóstolásra is lehetőséget biztosít, emelte ki Valacsai László. Szeretnénk azt, hogyha Baja város és a környék, az most már tudatosulna, hogy van egy bajai pálinka főzde, ez mind megbízásokra és mind vásárlói szokásokra is. Nem beszélve arról, hogy mivel a főzdébe gyakorlatilag tudunk csoportokat fogadni. A pálinka főzde nyitva áll mindazok számára, akik szívesen belekóstolnának a bajai ízekbe. Akik viszont házilag akarnak párlatot előállítani, azoknak a magánfőzésre szolgáló, legfeljebb 100 literes desztilláló berendezés használatát 15 napon belül be kell jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzatnál.